Szép öntést kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origo Becsek Szabó Stádió hallgatóit, valamint akik az internet előtt ülnek és néznek bennünket. Őket is nagyon szeretettel köszöntöm, és természetesen azokat, akik eltávoltak ide a pécsi Origo házba, kis cinkefészkünkbe, a Pécs Kovul 95-96-os épületében. Itt vagyunk a második emeleten, szokásunkhoz híven, általában téli kis rezidenciánkon, hiszen megszokhatták, hogy nyáron lent a nagy szalonban vagyunk. Most még hogy ez könnyebb kifűteni, és egy picit mégiscsak a mi kis Facebook, ezért azt gondolom, hogy ünnepélyesebb, hogyha mai kiállítást nyitjuk meg. Talán még emlékeznek rá, nem is olyan régen, két héttel korábban, mi Sebestyén Andrea a fotoművésznek a kiállítását nyitottuk itt meg. Természetesen ez a kiállítás is tovább látogatható. Itt a bennünk szemben lévő másik konferenciateremben van rendezve az ő kiállításával, tehát akár még az itt ülők között is, ha valaki erre kíváncsi, akkor a mostani kis beszélgetés után akár megtekintheti még azt a kiállítást. Én Bartolovics Zoltán vagyok, a Cinke program művészeti vezetője. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kassa Lászlóné Kallenberger Györgyit, aki Weisslerről jött el közénk, festőművésznő, elhozta a gyönyörű alkotásait, és köszöntöm Sár Annát, aki a Cinke program olyan aktivistája, akinek nagyon sokat köszönhetünk a képzőművészek terén, hiszen rengeteg kiállítást hozott már ide a pécsi Origo házba. Ma egy picit annyiból lesz rendhagyó ez a kiállítás megnyitó, hogy közben, de majd nem akarom elmondani a point, de azért mégis egy pici bevezetést. Van nekünk egy olyan állandó kiállításunk itt, hogy művészet, a művészek a művészetért. Erre kaptunk egy felajánlást, amit majd Sárana majd ennek a kiállítás végén be fog mutatni. És akik akkor nem voltak itt, őket is egy kis jutalomban részesítjük. Az olyan jutalomban, akit már a többiek megkaptak. Tehát nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, dőljenek hátra azok, akik esetleg otthon néznek bennünket a médián keresztül, és önök pedig figyeljék a mostani eseményeket, hiszen olyan festőnő jött el közénk, akinek a képeit én már itt nagyon-nagyon megcsodáltam, de nem csak festéssel foglalkozik, hanem úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok mindennel, egy szinte mondjuk azt, hogy kozmopolitán, nyugodtan mondhatom így. Át is adnám a szót Sár Annának, és megkérem, hogy beszélgessen egy kicsit a művésznővel. Köszönöm szépen. Nem mondanám a kiállításnak a címét, a világ, ahogy én látom. A mottója pedig, hogy mert a világ színes. Most Györgyi, akkor légy szíves, erről mesélj nekünk. Hogy miért pont színesnek látod a világot, miért pont ezt a címet választottad a kiállításnak? Először is azért, mert minden évszaknak megvan a maga szépsége, és én nekem, én szerintem a világ az színes, sokszínű. Minden évszak szép, én szeretem minden évszakot megfesteni mindent. Röviden ennyit tudok mondani. Akkor most kérném szépen az első meglepetés vendégünket, Bencs Gizikét, kérem, hogy mondjál a verset, amit hozott Györgyinek. Megkérlek, hogy gyere ide, légy szíves ki, hogy mikrofont kapjál, mert a teremben itt halljuk, de akik a médián keresztül néznek bennünket, ők csak így hallhatják, hogyha ide beszélsz. Először is szeretettel köszöntöm a festőművésznőt, csodálatosak a festményei, és ismét egy bizonyíték arra, hogy nincs soha későn ahhoz, hogy valaki valamit alkosson, ki színnel, ki rimmel, mindenki valamilyen formában megpróbálja mutatni magát. Hát nem húznám a beszédemet sokáig. Én egy debreceni barátnőmnek, aki ugyancsak alkotó, költő, író, festő, annak mutattam meg, ajánlottam, hogy nézze meg. Hát most az ő versét olvasnám föl, mert ő annyira megihletődött ezeken a képeken, hogy írt róla egy csodálatot, és azt mondta, hogy nagy-nagy szeretettel ajánlja Györgyikének. Egy festő palettájára. Ódon várkastély a havas hegyek ormán, titkokat őrző ablak szemek, rideg csend öleli körbe a festő palettáján, betölthetetlennek tűnő teret. Hópaplan alatt nyugszik a természet, hópamacsok ülnek a csupasz bokrokon,
Hallani vélem, hogy süvölt a szél magasba nyúló sziklacsúcsokon. Szinte érzem fagyos hideg leheletét, karmos ujjaival arcomról vörös rózsákat tép, gondolatba arra járok, hogy csipke ruhájukban tavaszról álmodnak a berkenyék. Érzem az áldott napfény melegét, azt, hogy megnyitja a dermedt szíveket, bársonyosan simogató sugaraival bontogatja az alvó szirmokat, rügyeket. Lábnyomokat őrző utak futnak messze a festékbe mártott ecsetek nyomán. Bársonyos felhőket terelget a szellő, folyandárok kúsznak a hegyek oldalán. Erdők rejtekében dúvadak pihennek, hallható a lombok suttogása. Árnyakkal táncoló kusza fények dőlnek a rekedtyék sejtelmes szürke homályába. Égő csipke bokrok, vöröslő pipacsok lángja a szíveket, átjárja. Összegyűrt álmok, felsejlő életek símulnak a pusztán végtelen síkjára. Apró tanyák, falvak felett őrködik a délceg jegenye nyárfa. Harang kondul, hangja a mélybe hull, halkan locsogó patak tükrén fodrot borzol a lélek csobbanása. Koccanó köveken lépdel a nyár, az ősz észrevétlenül a nyomába jár. Az aranyló napfényt, a virágok üdítő színpompáját lassacskán felváltják, s érett gyümölcsök, hulló tarkalombok díszítik helyettük a festő palettáját. Pincesorok mélyén érik már a jóbor, mitől az emberek nyelve megered. Hosszú téli estéken a festőről regélnek. Mind varázsol avít ecsetjével vásznára káprázatosnál káprázatosabb képeket. Köszönjük szépen, Gizike, a verset, és az alkotónak is köszönjük szépen. György, akkor most ismét hozzászólnék. Mondanál valamit a családodról, magadról, honnan indultál? Én jelenleg Bajszlón élek 1974 óta. Egy 8 gyerekes családban születtem, és Páprád községben, de azóta Bajszlón élek. És két gyermekem van, két fiú gyermekem, mind a kettő felnőtt. És most csak ketten vagyunk a férjemmel, mert egyik sincs már velünk. Györgyi, mikor kezdtél el festeni? Mikor kezdtem el festeni? Hát a legelső képem az olyan 16-17 éves koromban volt. A édesapám hozott haza valahonnan egy festményt, és én azt a magam ugye megpróbáltam vízfestékkel leutánozni. Aztán utána hosszú szünet következett, ugye férhez mentem, és igazából 2005-2006-ban kezdtem el ismét. Akkor már úgy komolyabban, meg több időm is volt. Ugye a gyerekek azok már felnőttek, nem volt annyi munkám, kötöttségem, és így. Kitől tanultál? Kitől tanultam festeni? Hát én nem tanultam senkitől festeni. Én az internet segítségét vettem igénybe, rengeteg videót néztem, videófelvételt folyamatosan, hajnalokig sokszor, és én úgy lépésről lépésre az évek hosszú sora alatt tanulgattam, és úgy lestem el mindenfélét. Végül is volt segítségem, mert vannak festő barátaim, ismerőseim, és tőlük azért kaptam bizony őszinte kritikát, és ha elküldtem nekik a képemet, akkor ők visszaírták azt nekem őszintén, hogy tudom, hogy te úgyse fogsz megharagudni, hogyha megírom, hogy most ezen a képen mi a rossz, mit javítsál rajta. És akkor én kijavítottam, és akkor visszaküldtem nekik, és akkor mondta, hogy na most így jó, akkor ugye megosztottam a nyilvánosságot, feltettem a netre. Mondanál neveket is? Igen, az egyik ilyen segítségem volt Zéréti Márta, ő egy híres festőnő, a másik pedig Homoki Imre. Homoki Imrével a mai napig is tartom a kapcsolatot,
és ő még mindig segít. Ő nekem az akril technikát ő tanította meg, hogy mivel az akril az ugye nagyon gyorsan szárad, hogy lehet késleltetni a száradási időt, és hogy lehet szépen összemosni a színeket, meg hát mindenfélét, ami az akrillal kapcsolatos. Na most mivel a költőket is megihletett a verset, vagy a képeit, most megkérem a Györgyit, hogy mondj, vagy Gyöngyit, hogy mondjál az egyik versét, Kovács L. Istvánnak az egyik versét. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A vers ehhez a képhez íródott. Kovács L. István, otthon. Rég jártam otthon. Már honvágy gyötör. Nem találok helyet, hol az élet tündököl. Fehérre meszelt az én kedves otthonom, hol anyám öle vár, és a szent nyugalom. Rozzant a vén lépcső, zörög és nyikorog. Az ajtó is aggastyán. Itt-ott már megkopott. Ablakában tudom, mindig nyílik virág, és több ez én nekem, mint az egész virág. Hamvas futó rózsa, már jöttömre várva, magasra kúszik fel, a hegytetőre hágva, s érkezem, mert várnak. Az ismert bejáraton úgy lépek be mindig, ahogy néma templom óvó szentélyébe illik. Anyám karja tárul könyvpatak szemében, Isten hozott fiam, hát ezt is megértem. S én, mint apró gyermek pihenek ölében, itthon vagyok, anyám, immár hazaértem. Köszönjük szépen Gyöngyinek ezt a verset, ami igazán nagyon szívhez szóló volt. Most térjünk egy kicsit vidámabb témára, amennyire vidámabb. Hát a csobogó kis patakról, ha nem volna gond. Amikor belestem a vízbe. Na jó, mondjuk elmerültél. Igen? Ha, nem gond. Nem gond. De akkor mondjuk annyira nem volt vidám. Bocsánat, meg a mikrofont egy kicsit. Igen, jó, oké. Nem volt annyira vidám, körülbelül 2 évvel ezelőtt történt, hogy hát lementünk egy áprilisi napon a férjemmel pecázni, és hát ő ott hagyott engem, elment egy kicsit lejjebb körülnézni, hogy mégis hol lehetne alkalmasabb hely, és ott hagyott engem, én meg véletlenül megbotlottam és belestem a vízbe, de csak úgy teljesen elmerültem. Ittam is egy kicsit, és nagy nehezen kikászálódtam, hát nem tudok úszni, azt hozzá kell tenni, és hát sikerült azért megkapaszkodnom egy-két ilyen sásba, vagy nem tudom én mibe, kimásztam a vízből, csurom vizesen, és nagy mérgesen hazamentem, hogy ott hagyott engem, ugye akármi is történhetett volna, de hát így szerencsésen megúsztam. Ugye nem lett se tüdőgyulladás sem, mert áprilisban azért még nem valami kellemes a víz. Semmi bajom nem lett szerencsére. Azon kívül, hogy bőrig teljesen elsüllyedtem a vízbe. Belemerültem. Györgyi, köszönöm szépen, hogy azért megosztottad velünk ezt a kalandot. Hát. Viszont ehhez most van Zolinak egy verset. Azóta többet nem mentem pecázni. Úgyhogy hiába is akart a férjem. Egy verse, amit megkérek, hogy olvassál meg. Hogy menjek, én nem mentem többet vele. Így ő sem megy. Ez a vers, vagy pontosabban ez a kép, ez azt keresem, hogy hol van éppen itt a teremben. Pont leghátul van, ennek az asztal sornak a legvégén, de annyit azért megmutatok, hogy itt van a kép, csak pici képbe, és ezt a képet láthatják majd ott. Tehát csendes kis patak, Kassa Lászlóné Kalemberger Györgyi festménye alapján.
Fogságba esett a csermely, őrt álló fák vették körül. Ezer egy éjszaka telt el csillagrács egével fölül. Eső sarat mosott benne, nap szívta szivárványba őt. S ha onnan visszahúlt cseppje, álmában mind nagyobbra nőtt. Sok kő tartott ellen neki, nem volt nehéz, hisz oly pici. Úgy érezte, a sors veri azzal, hogy senki sem hiszi. Történt egyszer, olvadáskor szinte alig észrevétlen, barátvizek fűről fáról folydogáltak felé szépen. Patak duzzadt egész fülig, kilesett így a tisztásra, s hallgatták, vajon mi törik, merre megy annak útjába. Besurant a sziklák közé, megrepesztve erejüket, s mint a kavics szórodtak szét, siratták szomorú füzek. Úgy gondolta, nincs túl messze az óriási óceán, s felgyúlt vize annyi lesz-e, hogy neki induljon talán. Tódult, tombolt, belelendült, magával ragadott mindent. Ami volt, neki feszült, nem nézve eget sem Istent. Ahogy nőtt, úgy el is apadt, felszívta sok kúszó gyökér. S füvek között, amint haladt, mindegyikük tőle kövér. Így esett, hogy az akarat álom maradt mindörökre, s az erdő mélyi vadaknak maradt belőle kis öble. Köszönjük szépen Zoltánnak a verset. Györgyi, azt kérdezném, hogy milyen technikákkal dolgozol, mivel festesz? Én az olajat is kipróbáltam már, de én nekem az olajtól megfájdul a fejem, ugye az ártérben, de kint meg azért nem tudok festeni, mert vagy beleragadnak a bogarak, vagy a kutyáimat rohangálnak körülöttem, és ugye a kutya szőr beleragad. És így maradtam az akrilnál egyelőre, és ott az bent a lakáson belül lehet csinálni, úgyhogy én bent dolgozom csak. Akvarell, pasztell? Nem? Próbálkoztam akvarellel, pasztellel. Eleinte én a legelső az a vízfesték volt, aztán később ugye volt a... Mi a fenés ez a... Tempera. Eszembe jutott a tempera festék. Nekem az nem jött be, mint anyag, nem tudom miért. Az nekem úgy valahogy nem vált be. És akkor utána rátértem az a festékre. Nagyon szépek a képeid. Köszönöm. Mi alapján festesz? Kihúz a természetbe, vagy pedig fotó, emlék, memória, mi alapján? Én általában fotóról festek, hogy kinyomtatok egy 10-15-ös kis képet, hogyha megtetszik valami tájkép, és akkor azt próbálom megfesteni, vagy teszek hozzá, vagy veszek el belőle, vagy hát ez a fantáziámtól is függ. De hát tagja voltam a Fessünk Együtt csoportnak, ott ugye volt olyan, hogy havonta kaptunk egy feladatot, egy képet meg kellett festeni, mindenki a saját stílusában, hogy sikerült, és akkor az nekem nagy segítségem volt például az is, hogy csak az egy hónapig csinálgattuk, és akkor volt úgy, hogy egy-két nappal előtte álltam csak neki, mert nem volt rá időm, vagy nem éreztem azt, hogy nekem most ezt meg kellene festenem, de aztán akkor végül is megcsináltam. Épp akartam kérdezni, hogy sokáig tart egy képek megfestése? Hát ez relatív. Változó. Ez olyan, hogy ez attól függ az akrilfestéknél, nem, mert ugye az hamar szárad. De van úgy, hogy nem fejezek be egy képet, hanem csak elkezdem, és akkor valami oknál fogva, vagy úgy látom, hogy most jobb, ha nem csinálom tovább, mert akkor csak elrontanám. Mert a fiam az számtalanszor rám szólt, amikor úgy látta, hogy na, az a kép most már jó, hogy akkor azt mondta, anyu, most már ne csinálj rajta semmit, mert akkor el fogod rontani. És akkor abba hagytam. De van úgy, hogy tényleg úgy, hogy elkezdem, és akkor nem fejezem be, hanem 1-2-3 hét is eltelik, és akkor újra előveszem. Addig valami más csinálok, vagy
vagy kreatívkodok valami mást, vagy belekezdek egy másik képbe, ami ez is előfordul nálam. Milyen körülmények között festesz? Milyen körülmények nyugalom, béke, hát, zene? Az attól függ. Van, amikor tényleg csend, de van, amikor zenét hallgatok, attól függ, hogy mi a téma, attól is függ. Például van olyan képem, a rohanó pataknak neveztem el, mert miközben azt festettem, akkor Máté Péternek egy kis patak mindig rohant, egyre csak énekel, és akkor azt dúdoráztam magamba, és közben azt festettem. Így. Úgyhogy van, amikor teljesen csendben, van, amikor zene, vagy éppen énekelgetek közben. Sok mindent tudjuk. Gyuri, hogyan adod a címet a festményeidnek? A festményeimnek? Olyan nehezen. Én azt nagyon nehezen adom, igen. A képeimnek, igen. És azt nagyon szépen megköszönöm neked is. És nagyon sok festőtársamnak még, akik általában felteszem úgy a képemet, hogy cím nélkül. És akkor mindig van valaki segítségem, például te, de még többen is vannak, igen, akik a segítségemre sietnek, és akkor ki mit lát benne? Én lehet, hogy én egész más címet adnék neki, mint amit, mit tudom én, esetleg tőled kapok. Vagy valaki mástól. Hát igen. Azt hittem, hogy jókat adok. De, igen, jókat, igen. Igen. Igen, és mondtam több esetben, hogy ennek is te adtad a címet, és már nem is emlékeztél rá. Hát mindenre én sem emlékeztetek. Pedig így van. Nagyon sok. Most mik a terveid továbbiakban? Hát a továbbiakban. Különösebb tervem nincs. Festegetek továbbra is. És mikor lesz a következő kiállításod? Azt nem tudom. Amikor majd meghívnak esetleg, vagy lehetőségem nyílik rá. Amikor lehetőségem nyílik rá, akkor nagyon szívesen. Hát ennek nagyon örülünk. Úgyhogy csak festeges és szorgalmasan, aztán meglátjuk, hogy hova, meddig jutunk. Hát, hogy meddig jutunk, az szerintem tőlem is fog függni. Hát biztos. Hogy van-e még tartalék bennem egyáltalán, vagy most itt van, elértem a végzethez, úgyhogy ezt nem tudom. Hát nem, biztos még nem. Nem tudom. Megkérem a Györgyit. Hogy Gyöngyit, bocsánat, a nevek kell mindig érteni, hogy mondjál nekünk azt a másik verset, amit... Nagyon szívesen, de mielőtt elmondanám... Mikrofonba kérlek. Boldogan teszem meg, hogy elmondjam a verset, de mielőtt elmondanám, én arra szeretnék rákérdezni, mert én nagyon-nagyon szép üvegeket látok itt, ami különleges technikával készült, hogy arról beszélnél-e majd. Igen. Igen. Útmenti fák. A fasor között tova szalad az út. Én vele szaladok. Velem jön a múlt. Gyermeki emlékeim integetnek, fák közül mosolyogva rám köszönnek. Lestoppolnak, megállok néhány szóra, és emlékezem. Halkan elmormolva, ami éppen ott történt, valamikor, olyan régen, talán nem is volt olyan kor. És mégis, sokszor vissza-vissza járok gondolatban, hol hegy és völgy ringatott, és az út, mely hazavezet, csendesen az erdő mélyén fák között kanyarog. Köszönöm a verset. És mivel a Gyöngyi már felvetette ezt a témát, látom, hogy te rettentően aktív és agilis személyiség vagy, aki nagyon kreatív, és ilyen-olyan dolgokat készítesz, dekupázsolsz, üvegeket, karkötőket készítesz, papírokat hajtogatsz. Hát szóval fantasztikus, hogy micsoda energia van benned. Még az origamit nem tudom, az egy kicsit bonyolul.
Hát igen, elkezdtem ilyen üvegekkel, és olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Én mindent szeretek kíváncsi, és mindent szeretek kipróbálni. A határaimat feszegetem. És hát azért vannak ilyenek, hogy most volt, amikor úgy rákattantam az üvegfestészetre, dekopázsolok, vagy ilyen karkötőket is, most ezeket is kipróbáltam, csinálgattam egy párat. Mindig, amit a neten észreveszek valami érdekeset, és úgy gondolom, ezt meg tudom csinálni, akkor nekiállok. Beszerzem hozzá az anyagot, ami kell, elég költséges, az igaz, de akkor nekiállok, és akkor megcsinálom. Látom, nagyon sok oklevelet elhoztál. Hát, azokat... És mi a véleményed? Az oklevelek száma adja meg a... De szerintem nem. Az nem jelent semmit. A lájkok száma az szerintem nem jelent semmit, mert az, hogy most egy kép szép vagy tényleg jó, azt egy szakavatott zsűri az jobban el tudná bírálni, mint az én ismerősi köröm, hogy most lájkolják, mit tudom én, 200-an, és akkor azért kapok én egy oklevelet, vagy pedig... Ez szerintem nem mérvadó. Én úgy gondolom. És akkor már nem is gyűjtöd az okleveleket? Én már nem. Egyáltalán nem. Hát olyan sok van belőle most már, ahogy nem gyűjtöm. Általában derűs ember vagy, ugye? Igen. Hát igen. Na hát ez nagyon jó. Igen, látszik szem. Is a képeiden, ez a sok-sok gyönyörűség. Úgyhogy hát nagyon szépen hát, a képeid a téli. Az őszi, a tavaszi képek, a vizek, hát ez mind gyönyörű. Én nem tudom, a téli képeim az mindig jobban tetszik mindenkinek. Én nem tudom miért, nem tudom mi a varázsa, ha nem jöttem még rá. Mert ha fölteszek egy téli képet a netre, akkor most már ott van az a legutolsó, az a téli képem ott, a bal oldalt, az a 30x40-es, azt már legalább 300-an lájkolták. De hogy mi benne az, ami annyira megfogja az embereket, nem tudom. A tisztasága. Nem tudom, fogalmam sincs, komolyan mondom, de a téli képem az, de felteszek egy másikat, az nem tetszik annyira. A téliek azok. A tisztasága. Pedig ha ránéznek, akkor az olyan didergős. Az embernek a hideg, a tél jut eszébe, a hideg, meg mit tudom én, de hát nem tudom. Egyszerűen nem tudom megfejteni, hogy mi a titka. Biztos, hogy van titka, csak hát nem tudjuk. Tudom. Hát a természet szeretete, nem? Hát igen, hát az a persze, nyilván. Hát mindig a természetben vagy, gondolatban. Igen, hát meg ugye én falun is lakom, úgyhogy ha kedvem van, akkor kimegyek az udvarra, vagy bárhova elmegyek valamerre. Úgyhogy nekem ez... Györgyi, ezek a karkötők? Ezek milyen oknál fogva születtek? Hát ezt is úgy a neten. Rábukkantam, és akkor mondom, kipróbálom, hát ha sikerül valamit és kihozni belőle. Árusítod is őket? Hát igen, szoktam árusítani, de ezeket most így felajánlanám itt a Zurigóhoz. Igen. Meghoztam még üveget is, azokat is. Amiket hoztam, azokat is itt felajánlom. Ha elfogadjátok. Köszönöm, mert látom, hogy Anna nagyon szerényen itt csak csendesen van. Úgyhogy nagy meglepetés ez számunkra. Valószínű, hogy itt a hölgyek el is fogják kapkodni, gondolom, ezeket a karkötőket. Igen, de van rá jelentkező erre, már, erre igen. Erre mondjuk nem számítottam, hogy ma ilyen szép ajándékokkal leszünk meglepve. Most és még nincsen befejezve még a nap, mert hogy ugye majd még lesz még itt ebből egy kis meglepetés. Igen. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Egyébként csak egy pillanatra, hogyha átvertem a szót, de nem akarom itt az Annát itt. Mondtad, hogy már viszonylag régóta alkotsz, régóta festesz. Miért gondoltad azt, hogy ki kell állnod a közönség elé? Most nem pont erről azt beszélek a mai napról, hanem egyébként is. Tehát miért gondoltad azt, hogy neked meg kell mutatkozni a műveiddel, akár az interneten keresztül, akár kiállításokon keresztül, sőt, mi több. Így, ahogy láttam, te szoktál kijárni
piacra, vásárokra, igen, vagy akár a falunapra, és hát te ott nagyon aktívan megmutatkozol, és viszed a dolgaidat. Tehát miért gondolod, hogy ezzel ki kell menni? Persze ki kell menni, de miért gondolod azt, hogy ez így jó dolog? Hát, egyrészt azért, mert egy kicsit nem árt kiszabadulni a környezetemből, másrészt pedig azért megmutathatom, ha már egyszer... Melyik a jobb, amikor megmutathatod, vagy amikor valaki elviszi? Nekem nem nagyon szoktak elvinni, én úgy szoktam elajándékozni. Jó. Általában. Igen, de vagy elajándékozod, vagy megvásárolják, vagy akár eltulajdonítják most, mint nagy ahogyan. A lényeg az, hogy milyen érzést kelt ki benned? Tehát, hogy egy jó érzés az, hogyha megszabadulsz tőle, vagy pedig nagyon nehezen válsz. Nem, én örülök neki, hogyha én ajándékozhatok valakinek. Nem sajnálom. Bármiről van szó. Most akármiről szeretek ajándékozni. Ez valószínűleg azért van, mert könnyen alkotsz. Tehát nálad nem jelent problémát, mint ahogy mondtad, hogy utána néztél az internetnek, a karkötőnek, igen, a dekopás. És utána fejbe megmarad. Nekem utána fejembe megmarad, akkor nem kell már utána újra ránéznem a videóra, hogy most ezt hogy is csináltam. Akkor ez megmarad a fejembe, és akkor utána... A téli képeidet itt én is nézegettem, és valóban, amiről most szó volt, hogy a legutolsó kép, hát ez annyira zseniálisan gyönyörű, hogy amikor bejövök a terembe, rögtön rááll a szemem. Aztán meg akarták venni, ahogy föltettem azonnal. Nem csodálom. Szerintem az annyira jó, hogy inkább licit eljárással próbáld eladni. Lehet, hogy jobban jársz vele, és akkor talán több nyersanyagot tudsz még beszerezni tőle. Vissza is adom a szót annál. Én minden hónapban megyek Szentlőrincre, minden második hétvégén a termelői és kézműves vásárra. Ott részt szoktam venni. De nem csak azért megyek, meg voltam a Szentlőrinci gazdanapokon mind a három nap. Én csak azért megyek el, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. Nekem az is kikapcsolódás. Tehát saját termékekkel állsz. Igen, általában mindig. Mindig viszek egy kis mindenből, amit csinálok. Viszek belőle. Köszönöm, Anna, akkor hagyunk téged. Hát Györgyinek csak további jó munkát szeretnék kívánni, és minél többször lássuk, akár itt, akár máshol, akár Szentlőrincre, ha elmegyünk és megnézzük a munkáit, akár ha Vajszlóra elmegyünk és megnézzük a munkáit, és meglátjuk. És még tagja vagyok a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesületének is. A Vida Balázsnak az ötlete volt egyébként, hogy én mutassam meg magam, mert olyannak a képeim, amiket már tényleg a nagy nyilvánosságnak is látni kellene. Volt két kiállításom egyébként a falunkban, ahol lakom, két évben egymás után, de hát ott csak jobban a helyiek. De ők sem tudták, hogy én festek, mert nekem még a szomszédom se tudta, hogy festek. Én 10 éve festek, és még a közvetlen szomszédom, aki csak egy kerítésdrót választ el tőlem, még ő sem tudta, hogy festek, mert nem. Nagyon titokzatos. Igen. Vagy. Nem dicsekedtem én vele, most miért dicsekedjek vele? Ezek szerint nincsen akkor bejárásod a hozzád, hogy mondjuk a műtermet meg lehetne nézni. De nyugodtan bárki bejöhet. Szomszédom az csak jön, mert vízvezeték szerelő, ha elromlik a csap, vagy valami, akkor jön, megnézi, és kész. Úgy jöttünk be a terembe, hogy a székeken rajta volt a névjegykártyád egy kis elérhetőséggel. Ez több okból is jó, ötletes dolog volt. Egyrészt, mert ezáltal megismerhetnek, tudják azt, hogy hol laknak, esetleg a műtermedet, vagy téged fölkereshetnek, akár egy-egy alkotásodnak mondjuk a megvásárlásával is, vagy csak megcsodálásával. Másrészt pedig hát azt hiszem, hogy a saját magad menedzselését is jól kell, hogy vidd, mert ma már ennek nagyon fontos szerepe van az életben. Hát én általában azért teszem fel a netre is a képeimet, hogy másoknak örömet, ha másoknak örömet tudok vele okozni, az már nekem jó érzés. Én azért festek, hogy másoknak tetszik, akkor az nekem olyan jó. De korábban ismertünk meg téged abból az apropóból, hogy az állandó kiállításuk a művészek a művészetért. Igen. Kiállításra kaptunk tőled.
ugyanígy üvegeket, ami már meg voltak festve, vagy dekopás technikával, igen, vagy festéssel, és festményt is kaptunk. Igen. És akkor kerestelek itt éppen a sorokban, hogy megtalálok-e, de nem, mert éppen ahogy Gyöngyi osztogatta szépen ki ezeket a kis kitűzőket és az igazolványokat, nem jöttél el. Még azért is gondolkodtam, hogy tehát Vajszlón nem lehet olyan túl messze, tehát hogy hát, vajon, ha adományt kapunk, akkor mi lehet az az ok, az a titokzatosság, amiért nem állsz ki a nyilvánosság elé. De úgy látom, hogy nincs benned olyan nagy félelem, hiszen hogyha a kiállítást megnyitjuk itt, és most itt veled beszélgetünk, és kiállsz a faluban is, és több helyen árulod a portékádot, vagy bemutatod magad, akkor hát valószínű ez csak egy mellék kis szerep volt annak, hogy akkor nem találkoztunk veled. Viszont erre nem vagyok kíváncsi, hogy miért nem tudtál akkor eljönni, mert köszönöm szépen, hát hogy egyáltalán kaptunk ilyet. Hát a fiam nem tudott eljönni, elhozni, mert ötig dolgozik egyébként. Csupán az az akadálya volt neki. Ezt csak azért említettem meg, és azért értem így ki, mert amikor a Gyöngyi fölolvasta a népsort, és nem találtunk meg, akkor az Annától megtudtam, hogy hát neked itt kiállításod lesz, és ezt már is nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen most tudtunk akkor fölkészülni, ha már egyszer nem találkoztunk akkor veled, és ezért ezt a kis igazolványt átadnám neked, ez arra ad jogosítványt, hogy ezt a kis kitűzőt, ezt a kis cinke kitűzőnket viselhess, de remélem, hogy jó szívvel fogod viselni, hiszen ha valamerre megmutatkozol a nagyvilágban, esetleg kiteszed a kis cinke kitűzőnket, az is már lehet egy pici lépcsőfok, egy kis ugrás arra. Szentlőrincen hogy... rajtam lesz, hogyha megyek tizedikén. Köszönjük szépen. Legalább hadd lássák, hogy hát működik, igen, itt valami, és talán nem is annyira rosszul. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Többek között még egy emléklapot is, természetesen most az ajándékok sorra fog jönni. Egy emléklapot is készítettünk neked annak kapcsán, hogy itt voltál, hogy te is emlékezhess arra, hogy itt voltál ezzel a kiállítással, nagyon szép képeiddel. Köszönöm És szépen. Hát természetesen készültünk egy kis virággal is, amit ide fogok. Köszönöm szépen. Így adom, nehogy lecsöpögjön. És még azért nincsen teljesen vége, mint talán már megszokhatták, mostanában kezdünk rászokni arra, hogy a Pécs, akkor pécsi cirfandi aranyérmes bora a saját címkével ellátva, a kiállítás nevével és a te neveddel ellátva. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadt. Ó, természetesen! Ezeket a pici kis jutalmakat azért úgy gondolom, hogy Annának is meg kell, hogy kapja egy kis virágot. És értelemszerűen, hogy legyen egy kis iklete a képzőművészeket is megtalálni, akkor ugyanez, mert hogy ebből is csak kettő ilyen készült, akkor az egyik ilyen kis borocska a tiéd. Fogad nagy szeretettel. Nagyon szépen, erre nem számítottam. Na de most, hogy, és most, hogy akkor itt nagyon szívesen, és most, hogy még egy pár ember azért még eljött közénk azok közül, akik a művészetért állandó kiállításunkon adományt adtak, és nem vehették át ezeket az igazolványokat. Megkérem Domokos Editet, akinek nagyon-nagyon szépen köszönjük a képet, hogy a kis igazolványt akkor vegye át. Kis kitűzővel együtt. Köszönjük a képet. Természetesen ezt a kiállítást is meg lehet tekinteni lent a szalomban. Tehát, ha valaki arra gondol, hogy a mostani megnyitó után még ez neki nem elég, akkor átmehet a másik terembe, ahol Sevesén Andrának van a fotó kiállítása, és lent a nagy teremben a művészek, a művészetért kiállítás is látható. És megköszönném még Tallászné Horváth Máriának is, aki akkor nem tudott eljönni, mert külföldön volt, egy kis igazolvánnyal. De látom, már kitűzője van, ennek ellenére kap még egy kitűzőt, így legalább akkor remélem, hogy a kabátra is ki tudja tenni. Köszönöm szépen! És hát bizony, itt van körünkben Tumpek Anikó, amit nagyon szépen köszönök, hogy eltetszett, vagy eljöttél, mert hogy tőle is kaptunk egy adományt. Igen, ne ülj levvel, gyere szépen kifelé, mert hogy egy kis igazolványt átnyújtanék neked is.
és szintén egy kitűzőt is adnék, és nagyon szépen köszönjük a felajánlásodat. Remélem, hogy ezt is megcsodáljuk akkor, amikor majd megyünk lefelé innen a teremből. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. És hogy a felajánlásoknak még ne legyen vége, Kun István nagytalcsai festőművész barátom küldött egy képet, amit megkért, hogy adjak itt át a címkének az adományfalra. Akkor megkérjük, hogy add át. Tehát, mint említettem, a művészek a művészetért, ez azért jött létre, hogy a címke program, mivel hogy ingyenes az egész programunk. Tehát valami kis bevételhez is hozzájuthassunk. Ezeket a festményeket, ezeket a képeket, ezeket a képzőművészeti alkotásokat, amit lent láthatnak a nagyszalomban, ezeket meg is vásárolhatják. Természetesen nem úgy, hogy mi hasunkra ütünk és megmondjuk mennyi. Mindig, minden alkalommal az alkotója szabja meg az árat, és mindig az alkotóval hozzuk össze értelemszerűen a vásárlót. Tehát mi nem adunk el semmit, ezt csak azért mondom mindenkinek, hogy nagyon tudják, hanem így jön létre talán a csere. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Kun Istvánnak ezt a nagyon szép képet. Remélem, hogy jó helyre kerül, ugyancsak erre a falra, hiszen közben időnként azért szerencsénkre fogynak a képek, mert néha-néha azért valaki bejön és megtetszik, és megvásárol, és elvisznek, úgyhogy a helyére akkor ki tudjunk tenni egy következő képet. Tehát annak, aki esetleg most hallja a rádióadáson keresztül, és van ilyen felajánlása, nagyon szívesen fogadjuk. Tehát köszönjük szépen. Köszönöm szépen István nevében is. Reméljük, hogy ő is vonalba, vagy hát nézi az internetet, mert mondtam, hogy nézze, hogy talán élőadásba látja a felajánlást. Igen, köszönjük neki. Természetesen ugyanúgy jár egy kis igazolvány, egy kitűzővel, amit majd el fogunk neki postázni, ha csak nem fog eljönni, vagy ha eljön mondjuk az árünnepélyünkre a december 16-aira, akkor természetesen ezt személyesen is átveheti. Hát ezt nem tudom a nevében megígérni, de hát majd megkérdezem tőle. Hova valósi ő? Nagytalcsai. Nagytalcsa. Hát akkor... Itt van a szomszédban. Igen, de az országunk már olyan picike, tehát ha megnézzük a nagy Magyarországot, és ez a leredukált kis változatát, akkor azt hiszem, hogy mennyi most 4 óra alatt átmegyek az egyik sarokból a másik sarokba, vagy legyen 5 óra kényelmesen. De? Tehát nem hiszem, egy olyan túl nagy távolság lenne az ország határunk, mint hogy napokat kellene utazni az északi partról, vagy a keleti partról, a nyugati partra, mondjuk Amerikába. Úgyhogy... Hát majd megkérdezem tőle, hogy megtisztelje a címkéket, hogy eljöjjön, ha el tud jönni. Köszönjük szépen akkor a felajánlásokat. Egy kicsit mi elvonulunk egy pici szünetre, addig a technikusunk zenész sugároz innen a stúdióból. Addig természetesen majd fölállhatunk, meg lehet nézni ezeket a képeket. Visszajöttök még? Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen. Visszajöttök még? Vagy... Mi nem megyünk el sehova, mi maradunk itt. De még én is hoztam egy kis ajándékot, úgyhogy szeretném azokat átadni. Ó, hát akkor örömmel veszünk. Erre nem voltunk fölkészülve, csak arra, hogy itt meg fogják most rohanolni ezeket a dolgokat. Azokat is, akkor megkérlek, hogy a mikrofonba mond. Próbáltam az előbb is. Igen, csak a mikrofonon mutogatsz, akkor nehéz. Tehát a rádióhallgató csak azt hallja, hogy ilyen elmegy a hang, igen, és visszajön a hang. Hogy amikor vége lesz itt majd az ajándékot, amit hoztam, ugye szeretném átadni, utána mindenkit szeretettel meghívok, van ott egy kis ilyen süteményféle, lehet inni, és nagyon szépen köszönöm, akik megtiszteltek a jelenlétükkel, hogy eljöttek, megnéztek engem. Akkor most szerint még élő, is. Akkor most még az élő adásba fogadjuk az ajándékokat. Megkérlek, mindig a mikrofonba kérlek, mert úgy... Tehát mi halljuk a teremben, de aki a médián keresztül hallgat, néz bennünket, az nem tudja, hogy miért van a technikai csönd. Palotás Károly. Palotás Károly technikusunk, úgy látom, technikusunk. Hogy meg lesz ajándékozva valami kis, ha jól látom, egy kis itókával. Lehet, hogy közelebb, igen, lehet menni felé, igen, mert neki kezelni kell a technikát, a kihangosítást, nagyon a szépen kamerát. Köszönöm. Kormányság jár, tartsunk eszembe, és eljeim. Az nincs messze Vajszlótól. Tehát Vajszló és Eje foci, igen, meccs találkozó lassan megszületik. Nem, Vajszló nagyon alakul,
Hát fociba igen, de festészetben jóval följebb van, úgy látom. Mert Karesz megérdemli, mert Karesz mindig mindenkinek segít. Mondjuk ez a Bartalovics Zoltáné. Azt én nem tudom, mivel érdemeltem ki, de nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Ez igen. Itt lehettem. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, még nincs vége az ajándékoztásnak. Ennek örülök, mert egy maratoni hosszú adásra készülünk föl. Úgyhogy aki most a terembe ül, én úgy indítottam ez az egészet, hogy majd kisorsoljuk a festményeket a végén, de lehet, hogy ez elmarad. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot, és hát engedjék meg, hogy én nagyon-nagyon sok szeretettel gratuláljak Györgyének ehhez a fantasztikusan szép kiállításhoz. Gyönyörűek a képei, mi nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, és engem nagyon megtisztelt azzal, hogy amikor én elkezdtem a Művészetek Művészetért című kiállítást szervezni, azonnal és önként felajánlotta a segítségét, és szinte az első között volt, aki felajánlotta, és ezt külön köszönöm neki, és a munkához további sikereket kívánok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Pedig a Gizikének. A másik is versmondó lányunk. Igen. Neked majd még adok, majd még most majd hazára. És akkor mi? Csak tudnám, hogy... A rádióhallgatók, akik csak hallgatják, és nem tudják, hogy mi ez a nagy matatás, hát ajándékoztás van, és csomagoljuk ki a dolgokat. Akik pedig látnak bennünket, azok pedig hadd élvezzék is azt, hogy milyen csodák történnek itt a Pécsi Origóházban. Ja, rá van érve, bocsánat. Ez meg az Annáé. Úgy látom, a Sáronna is meg van ajándékozva. Igen. Ez még a Gizikéjé lesz itt. Most már nem megy. Tehát Gizike még egy kis csomagot is kap. Igen. A virág mellé. Jóra teszem, mert csak eldől. Viszont, hogy György is sem maradjon ajándék nélkül, hát azért én is készültem egy picikével, egy kis ajándékkal. Remélem szeretettel elfogadod. És szeretettel használod, amit kapsz tőlem. Ez a virág is a tiéd meg. Ó, Istenem. Szerencsére az ajándékoztás hosszabb, mint a műsoridőnk. Aminek nagyon örülünk, mert úgy látom, hogy akkor mégiscsak jó adni, és hát jó kapni is természetesen. De hát igen, úgy is kaphatunk, hogyha megnézzük ezt a mostani képeket, és mindenki elgyönyörködik benne. És ha jól láttam, nem véletlenül voltak ugye ott azok a névjegykártyák, tehát valakinek valami megtetszik, és úgy gondolja, hogy szívesen látná a falán, akkor az keresse föl Kassa Lászlóné Kalamberger Györgyit, akár a megadott címen vagy telefonszámon, és vegye föl vele a kapcsolatot. Tehát egyelőre egy pici technikai szünetre mi most elvonulunk. Azután, miután megnéztük a képeket, akár több kiállításon keresztül, mert említettem, hogy több is van itt, utána egy pici irodalomra még visszajövünk, egy rövidített irodalmi verzióra. Bár már sokat kaptak, több verset kaptak, de úgy gondolom, hogy még van a tarsunkban néhány, nem sok, néhány, és azt is majd fogadják nagy szeretettel. Tehát köszönöm szépen, egy kicsi technikai szünetre most elmentünk.